kárpátaljai termékdíjat kapott itt a Turul Expo-n a Start Nyelvközpont. Mióta vagytok a piacon, ugye beregszászi székhelyjel, milyen képzés és milyen korosztály számára van képzés nálatok? Gyermeknyelviskolánk 8 éve működik, jelenleg körülbelül 120 gyermek tanul nálunk. Ukrán és angol nyelven, nyáron szoktunk indítani magyar, illetve német tanfolyamokat is, és tulajdonképpen a termékdíjat, vagy a márka névjegyet kaptuk amiatt, mert ilyen munkafüzeteket dolgozunk ki, tehát ebből van több fajta. Gyermekek számára dolgozzuk ki, olyan magyar gyermekek számára, igen, akik ukrán nyelvet szeretnének tanulni, de valamilyen módon nem ragad rájuk az iskolában, vagy nehézségek adódnak az elsajátításában. Ehhez kidolgoztunk többek között ilyen videóanyagot is a munkafüzetekhez, illetve hanganyagot is. Továbbá szókártyákkal is tudunk dicsekedni, úgyhogy ezek a mi termékeink. Viszont a szellemi termékünk az, hogy a gyermekeket élő nyelvre tanítjuk meg, ukránul is, illetve angolul is. A legminőségibb tankönyveket használjuk az angol oktatásban, és úgy találtuk, hogy ehhez hasonlót kell kidolgoznunk ahhoz, hogy a gyermek úgymond jó szintet tudjon elsajátítani. Nagyon fontos számunkra az, hogy a gyerekeket biztassuk, hogy ő ezt meg tudja tenni, meg tudja tanítani, hogy higgyen a saját erejében, abban, hogy egy nyelvtanulás az nem akadály, hanem egy lehetőség, mert ez utat nyit és hidakat épít. A saját terméketek, ezek a munkafüzetek, illetve a szókártyák is, a CD-ken található anyag is, hogyan sikerült, milyen szakmai háttérrel kidolgozni? Élő nyelvhasználatot igyekszünk átadni. Többek között témákra vannak bontva ezek a füzetek, 10-10 témát dolgoznak fel különböző szinten. Én magam angol szakos filológus, illetve ukrán szakos kolléganőm, Aranyosi Viktória dolgoztuk ki. Hát ilyen hosszú, álmatlan estéken és hétvégeken, éveken át. Ilyen módon úgy látjuk, és ezt rögtön bevetettük a nyelvtanfolyamainkon, amint kész lett egy füzet, úgy már tudtunk építeni és használni, illetve bővíteni, ha láttuk, hogy még valamire szükség van. Néztük a gyermekek igényeit, azt, hogy mire lenne szükségük ahhoz, hogy boldoguljanak, illetve az angol tankönyvek szolgáltak alapul. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy mondják, hogy a magyar, itt lakó magyar közösség nem szeretne megtanulni ukránul. Ezt rögtön cáfolni tudnám, mivel 120 gyermekből körülbelül 60 jár angol tanfolyamra és 60 ukrán nyelv tanfolyamra, mind amellett, hogy iskolában heti 5-ször van ukrán nyelve. Tehát, hogy a szülők ugyanannyi pénzt és energiát fektetnek bele abba, hogy a gyerekek megtanuljanak, mint egy idegen nyelvben. Úgyhogy ezt így, ezzel tudnám így védeni a közösségünket, hogy és megcáfolni azt a vádat, hogy ők nem akarnak.